stb. Isten tartson meg. De tényleg, hogyha volna belőled ebben a városban, ebben az országban, ebben a medencében, volna belőled mondjuk 6 vagy 7, akkor én sokkal nyugodtabb volnék. Ez az első dolog. Tehát szerintem legyél több, vagy legyél többször, vagy legyél sokszor. Először is. Hát ez a legfontosabb. És hogy Isten tartson meg jó egészségben. És nagyon... hogyha a kamera most egy kicsit oldalra fordul, és látja azt, amire én rálátok, arra az omladozó szürke vakolatra, hát körülbelül így képzelném el azt, hogy, hogyha milyen lenne a budapesti élet, az a budapesti élet, ahol én téged nem ismernélek. És viszont... elképzelhetném azt, hogy mit történt volna, hogyha engem azt hiszem, az károsi vitt le, vagy föl, hogy mi lett volna, hogyha nem. De még egyetemista voltál, amikor... De persze, még egyetemista vagyok. Tehát elképzelhetném, nos, nekem akkor, amikor én oda bekerültem magába az Art Poolba, és elkezdtem megismerni a te mitológiát, akkor... én azt nem fogtam föl, hogy milyen lenne, hogyha ez nem lenne. És ez lehetetlen. Tehát ne haragudj, hogyha nem sikerült így utólag, egyből mindig így kapcsolni, hogy mi van, mert ugye... érted? Jó, és akkor még egyet. Kedves varázsló! Olyan jó, hogy lehet még beszélgetni valakivel arról, hogy mi a varázslás. Nagyon örülök, hogy annyian féltek tőled. Nagyon hiányoznál nekik is, és hiányoztál volna nekik is. Tényleg. Oké. Köszi. Jó, jó.